Hát a Tolna vármegyei főügyészség a mai napon indítványt tette a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírájához annak a 49 éves férfinak a letartóztatására, aki a megalapozott gyanú szerint március 26-án reggel megölte az 51 éves volt élettársát Tamásiban. Az eddigi adatok szerint a sértett és a gyanúsított 23 évig voltak élettársak, azonban a viszonyuk megromlott. Emiatt a férfi korábban is erőszakos bűncselekményeket követett el a nő sérelmére, amely miatt őt a bíróság 4 év fegyházbüntetésre ítélte. Ebből a büntetéséből a férfi február 17. napján szabadult, ezt követően azonban március 26-án reggel felkereste azt a házat, ahol a sértett és az egyik közös gyermekük tartózkodott. A házba belépve az előszobában neki támadta nőnek, őt bántalmazta, és egy magával vitt 29 cm hosszúságú katonai taktikai törkéssel, egy speciális késsel a nőt legalább 14 alkalommal megszúrta. Ezek a szúrások a sértettet főként a mellkasárnyakán és a fején érték. A sikítást hallva a közös gyermekük az emeletről leszaladt, az édesanyja védelmére kelt, megpróbálta a gyanúsítottat elhúzni, megakadályozni a további bántalmazást. Ez alatt a nő ki tudott futni az udvarra, lényegében kimenekült, azonban a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az udvaron összeesett és életét vesztette. Az emberölés alapesetét a törvény 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A nyomozóhatóság és az ügyészség azonban vizsgálja annak lehetőségét, hogy esetlegesen súlyosabban minősülő bűncselekmény feltételei, megállapításának feltételei is fennállnak-e. Az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsított esetében a letartóztatásnak mind az általános, mind pedig a különös feltételei fennállnak, így indítványt tett ennek elrendelésére.